A tehetséges paksi fiatalokért alapítvány díját adóját követően az ünneplők a fehérvári úti temetőbe mentek. Cucor Antal sírjánál a kézdi vásárhelyi Szabó Csenge tartott szónoklatot, Lenke István református lelkész hirdetett igét a kopjafáknál, és megkoszorúzták Tuba János nemzetőrparancsnok sírját. Az ünnep a Városháza előtti téren folytatódott délután, ahol Hajdú János polgármester mondott emlékező beszédet. Ma sokfelé ünnepelnek az országban. Nagyon sok helyszínen a nemzet hivatalos ünnepét a különböző politikai erők egymás becsmérlésére és lejáratására használják fel. Mi paksiak büszkék lehetünk arra, hogy évtizedek óta tudunk együtt ünnepelni. Ideológiai és módszertani nézetkülönbségeink ellenére március 15-én is és október 23-án is együtt tudunk fejet hajtani a nemzethősei előtt. Ezt mind a város választott képviselőinek, mint a politikai formációk vezetőinek köszönöm. És köszönöm önöknek is, akik eljöttek a mai ünnepet megülni, és azoknak is, akik részt vesznek az esti művelődési házban rendezendő megemlékezésen. Ha egy nép, egy település lakossága öntudatos és emelkedett lelkű, akkor tudatosan vállalja az értékrendjét. Nem cserélgeti hitét és álláspontját, de toleráns azokkal, akik másként gondolkodnak. Egy ügyben azonban nem engedhetünk. A nemzet, a jövő generációnak sorsát nem szemlélhetjük internacionalista szempontból. Nem baj, ha az ideológiáinkban, politikai gyakorlatunkban máshol vannak a súlypontok. Egyben azonban azonosnak kell lennünk. Kölcsei 1833-ban írt epigrammáját minden oldalnak, minden politikai formációnak egyformán ismernie és tisztelnie kell, és cselekvési iránynak, cselekvési alapvetésnek kell tekintenie. Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak hagyd örökül, ha kihunysz. A haza minden előtt. Az 1956-os emlékműnél tartott megemlékezésen a ProArtis alapfokú művészetoktatási intézmény fúvószenekara működött közre. A megemlékezés az ünnepi esten zárult a Csengei Dénes Kulturális Központban, ahol Tell Edit alpolgármester mondott beszédet. Mi Pakson élünk, nekünk, mindannyiunknak itt kell helytállnunk, példát mutatnunk, jól értelmezni a világot, a korlátainkat és a helyzetünket. Nekünk itt kell jó választ adni a helyi és a nemzeti kérdésekre. Felelősségünk megegyezik az ország vezetőinek és polgárainak felelősségével. Lehetőségeinket kihasználva ez idáig jó gyakorlatokat alakítottunk ki, mind a politikai kultúra művelése, a városvezetés, a városüzemeltetés és fejlesztés területén, és mindezek segítéséhez hozzáértő szakembereket választottunk. 56 és minden haladó gondolkodású vezetőjének és résztvevőjének tisztelete és a magunk erkölcse kötelez mindenre. Az esten átadták a Pro Urbe díjat, amelyet 2013-ban Horváth Andrásnak, paks főépítészének ítéltek. Ezt követően Magyar Forradalom 1956 címmel a paksi Bezerédi Általános Iskola és Diákotthon tanulóinak ünnepi műsora következett. A napot állófogadással zárták, ahol Eber Ferenc paks alpolgármestere mondott pohárköszöntőt.